Sziasztok! Mindjárt az elején, most belenéztem, elfordítottam a kamerát a képernyőről, ugye mert itt nem derülhet ki, hogy cím meg ilyesmi, viszont most kaptam, most nézem, hogy már ma reggel írtam egy választ, és már meg is jött rá egy újabb válasz. Oké. Szóval, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenki, gyerekek, mind a 13 ezer és valahány száz feliratkozót. És külön szeretettel köszöntöm Aladárt, Vivit, és újszülött kisbabájukat, ugye akit még nem akarok hülyeséget, biztos Janka, de várj, megerősítem. Janka. Ja, jól emlékeztem. Tehát még egyszer, Aladár, Vivi és Janka. Akik megkértem, hogy írják meg, hogy melyik városból, esetleg faluból vannak, hát budapestiek. Miért is említem ezt meg? Nektek ezt a családot. Egy olyan érdekes meglepetésben részesítettek engem, hogy úgy segítettem valakin, hogy nem is tudtam róla. És ez már nem az első eset is. Gyerekek, ezek azok a pillanatok és ezek azok a e-mailek, és események, amik megerősítik bennem az, hogy teljesen mindegy, hogy hány feliratkozó van. Jó, nem egész, mert némi anyagi vonzata van, de nem ezért csinálom. Nekem, amit kapok így a YouTube-tól, az nekem elég arra, amire kell. Itt van, látjátok, két új bateri, ami arra jó, mert ezek elég hamar kimennek. Ugye felforrósodnak, nem tudom mennyire látszik. Így jelölöm, így megpontozom őket, hogy ezek már régiek. Még működnek, ilyen vésztartaléknak. Elrakom, hogyha esetleg valahova elmegyünk. Tervezzük is egyébként hamarosan. Fel legyenek töltve, azok mindig töltés alatt tartom a baterikat. Mindig legyen tele, és akkor hát ilyesmire kell, ugye? Egy kis apró pénz. Na, jó, hát apró pénz azért több jön be. Most tervezem, gyerekek, hogy veszek egy új kamerát. Kaptam rá ajánlatot és diszkantot is, úgyhogy ha most veszek ezt ők visszaveszik, nem tudom mennyire, és akkor ugye ez a hetes, és akkor így a 100 dollárt kapok, tehát levesznek a vételárból, és akkor így valószínű, hogy hamarosan. Most egy nagyon nagy kiadás előtt vagyunk, majd erről később beszélek, illetve most még nem. Majd ha már aktuális a dolog, nem akarok előre menni. Egy nagy házzal kapcsolatos dolog lesz. Na, visszajövünk ide, és hogy miért is nem az számít, hogy hány feliratkozó van, hanem a minőség, gyerekek. Ez minőség. Most ugye nehogy megsértődjön valaki, hogy így jellemzem, hogy minőség. A minőséget nagybetűvel mondom, nagybetűvel és tisztelettel. Tehát a quality, hogy ilyen emberek írnak nekem, aki várjál, meggondolom, mert e-mailben kaptam információt. Aki rákényszerült különböző okok miatt, hogy otthon legyen a terhessége alatt, és a terhességének az 5. hónapjában rám talált véletlenül. Általában én rám véletlenül szoktak, nagyon sokan véletlenül szoktak rám találni így a YouTube-on. És hát a visszajelzés szintén, hogy nagyon sokaknak elsőre én unszimpatikus vagyok.
Nagyon sajnálom. Ez így volt az életben is. Nagyon sok esetben. Aztán erről már meséltem. Aztán utána a legjobban akkor sírtak, amíg ott tőlem köszöntek el végleg. Most katonaságról is szó van, meg mindenről. És hát ugyanakkor viszont ez a kedves hölgy azt írta, hogy az első pillanatban ugye valami megérintette, sőt, nagyon sokan itt, és erre büszke vagyok. Aztán sokszor fáradt vagyok. Kedvetlen. Itt is történnek események, ugye, a vírus meg egyebek, stb. Meg már volt az akaja. Itt írja a kedves hölgy, Vivi, hogy remélem készült felvétel, mert én most már ezt a rakott krumplikat én besamel mártással készítem, amit befűszerezek, ugye? És a besamelbe keverek tejfölt. És hát ezt nem filmeztem le. Ugyanis hát a csirkemellel én már készítettem, ha jól emlékszem, csirkemell volt. Ugyanezt. Csak nem kolbász volt benne, hanem ugye a csirkemell. De hát majd a legközelebb ezt a fiamék számára készítettem. Nekünk van ott még ilyen rakott zöld bab, emlékeztek rá, csináltam, meg még hal, meg sőt, még mára, még vagy gyógyszeret ilyen flekken, ott van lefűszerezve, meg kell süssem. Ugye kénytelen vagyok, előre dolgoztam, és hát meg kell lenni. Diet Coke. Gyerekek, ezt Diet Coke-ot én egy időben megittam egy nap 2-3 litert. Most már fél éve nem ittam, és tegnap voltunk borba, megkívántam. Egészségetekre. Vettem egy 6 ilyen kis üveggel. Valamikor ezt ittam víz helyett is. A rengeteget. Aztán szétmarta a gyomrok természetesen. Leálltam vele. Néha-néha szoktam venni. Szóval ilyenkor aztán megerősödik bennem az, hogy csináljam tovább ezt a videózást, mert sose tudom azt, hogy kin segítek, vagy kinek okozok örömet. Hát, hogy akinek nem okozok örömet, azok tudják, mert valamiért ugye őket likvidálom olyan értelemben, hogy távol tartom a véleményüket ettől a csatornától. De nem minden ok nélkül. Alright? Szóval, Vivi, üdvözöllek Aladárt is, és köszönöm Aladárnak, hogy megemlítette neked azt, hogy írjál egy levelet. Nagyon szépen köszönöm, és feleségem is elolvasta, és meghatódott az Évi is. És hát anyósodat is tiszta szívből üdvözlöm, jó egészséget kívánok innen Floridából. Aztán remélem, hogy nem okozok csalódást, és ugyanúgy a többieknek sem, akik követik a csatornámat. Vannak itt kiemelkedő beírók, nagyon sokan, de látjátok ti is, hogy kik azok, akik ugye szinte 100%, tehát 100%-ig minden videómnál írnak, aminek én nagyon örülök, és pofátlan módon nem mindig válaszolok. Hát, amikor éjjel jutok el oda, éjjel 2 órakor, és egyszerűen, hogy le van zsibbadva az embernek az agya, ott ücsörgök, főleg most ott nincs semmilyen élet, a vírus miatt, és hát mi a szar csinálni, és nincs kedvem, ugye, alig várom, hogy reggel legyen, aztán jöjjek haza. És vontatottan megy az egész, már az összes YouTube-ot kinéztem. Én már mindent megnéztem a YouTube-on, gyerekek. Ma is néztem olyat, hogy a Harvard Egyetem hallgatói közül egy jó párat megszólít egy srác, és azt mondta, hogy 5 kérdést tesz fel, és ha mind az 5-re tudja a választ,
akkor egy, ez akkor készült, amikor az iPhone 10-est kiadták, vagy 11-est. Hát most kövezzetek meg, nem tudom, hogy most melyik. Azt hiszem, a 11-es. Van olyan? Ha nem, akkor a 10-es. Mindegy, a legújabbat, tehát aznap adták ki, és neki volt egy csomó. Én nem tudom, hogy honnan picsába szedte, de te volt egy hátizsák, tele volt iPhone-nal. Dobozba. Volt ilyen piros, meg fekete, azt hiszem. Na, és akkor oda megy, és hát ugye mennek ezek a tanulók, egyetemisnek, Harvard Egyetem. Baszki, ott olyan tudás van, én eldobtam magam. Egyik kérdésre én, pedig higgyetek el, hogy nekem van egy valamennyi intelligenciám, mert annak ellenőr paraszt gyerek vagyok, azért tájékozódom, és nagyon sok minden tudok, és voltam már katonaságnál is ilyen szellemi vetélkedőn, második helyezett lettem. El tudjátok ezt vinni rólam? Nem hazudok, nincs értelme. Nincs miért itt fényezzem magam. Második helyezett lettem. És előttem egy tanárgyerek volt, ő nyerte meg a szellemi vetélkedőt. Mert olyan kérdések is voltak, amire halvány fényjük nem volt az embereknek, hogy katonáknak, hogy mit válaszoljanak. Aztán én ott megnyertem egy ifjúsági művészi alkotópályázatot is. Egy ilyen szénrajzzal. Az esztergomi bazilikát rajzoltam le szénnel. Nagyban ilyen, nem is tudom mekkora volt. Másfél méter biztos volt itt szélességben, ja. Vagy ennyi, 80 centi biztos. Ott első lettem abban. És olyan kérdéseket tesz fel, hogy mit tudom én most. Ki volt az Egyesült Államok hivatalában? Melyik volt az az Egyesült Államoknak, melyik volt az az elnöke, aki a legrövidebb ideig volt hivatalban? Tessék. Mondta a választ. Már nem emlékszem rá, én megmondom őszintén, nem tudom. Választ mondta, de most úgy őszintén, ha kiguglizás nélkül, tudja valaki a választ? De őszintén. Így magadban. Ismerd be, hogy tudod vagy nem. Ha tudod, akkor gratulálok. Ha nem tudod, akkor sincs semmi baj. Csak ezek, gyerekek, 10-ből 9 tudta. Egyből, így. Ott már viszont megakadtak, hogy kinek az arcképe van az amerikai 20 dollároson például. Egyik kérdésre sem tudtam én a választ. Meg ilyen olyan apróságok. Szóval azok a gyerekek tudnak. Akik már oda eljutnak a Harvardra, azok tényleg tudnak. De aztán én hallottam olyat, hogy az ELTE, mi a különbség a Harvard és a magyar ELTE között, azt hiszem, valamelyik ELTE egyetem. Azt mondták, hogy az a különbség, hogy az ELTE-nek a vizsgái, azok nehezebbek, mint a Harvardon. Hogy az igaz, vagy nem, azt nem tudom. De van egy ilyen verzió, hogy a magyar egyetemben nehezebb levizsgázni, mint ott. Nehezebbek a kérdések. A vizsgakérdések. Szóval az ilyen emberek miatt aztán mindig erőt, ilyen emberektől én mindig erőt kapok. Múltkor is kedves hölgy, ugye meg is említettem őket. Most is megemlítem. Ha még itt van a név, a Linda, Sárközi Linda, üdvözöllek titeket is. Sándor Lászlót, ha már üdvözölhetek valakit. Ágneséket, remélem jól vagytok, és remélem, hogy a vizsláitok már ki tudtak menni egy kicsit szaladgálni. Szegényeket nagyon sajnálom. Jó, most tartok egy pár perc szünetet, és majd így a képernyőn fogok
kicsit beszélni. Akit nem érdekel, az lépje majd túl a kamerázásra kapcsolatosan beszélni három emberhez. Jó? De akkor rá lesz fordítva a kamera a képernyőre, úgyhogy most a e-maileket innen levesztem. Jó, és akkor rátesszük ide. Még egy kicsit. Szerintem jó lesz. Oké. Pár perc szünet jön. Igen. Igen, már is folytatjuk. Az események zajlanak. Na, szóval jelezték, páran vettek kamerákat, különböző típusú, fajtájú kamerákat, vettek GoPro-t. Ez csak ide, ez nem a komputeremre ragasztottam rá a GoPro feliratot. Imádom. GoPro Black Hero 7, GoPro 7 Black Hero, amivel most filmezek, és a beállításokat, ugye én, nekem van itt egy ilyen 4-5 ilyen noteszom, amiben én mindent lejegyzetelek. És hát így ugye nem volt nehéz dolgom, mert ugye a kamerámnak a beállítását én ugye lejegyzeteltem, hogyha esetleg csinálok egy faktori reset-et, akkor ne kelljen újra kísérletezzek, hogy milyen sikerül nagy ezen összehozzam, mert hallom, ebben voltak problémáik egyes kedves feliratkozóknak, és hát így nagyon egyszerű volt megadni a koordinátákat, beállította, és nagyon jó lett. A bajai barátom Istvánnak üzenem, hogy ő mondja, hogy volt egy ilyen hordó hatás, és hogy visszakütött kettő kamerát. A kamerának semmi baj nem volt, hanem van egy olyan beállítás, hogy wide, úgy van írva, ő nem tud angolul, vide, ugye, és akkor azt csinálja ugye a kamera a felvételkor, hogy egy ilyen valami jön ki. Tehát egy ilyen U-betűszerűen fogja mutatni a képet. Ez főleg akkor tűnik fel, amikor ugye kamionnal megy valaki, és ki van téve középre a kamerája, vagy autóból filmez, és akkor hát most itt csak találomra egyet berakok egy felvételt, mert hangot leveszem. És ugye itt ennél ugye ez nincs most meg. Miért? Igaz, látjátok? Nincs meghajolva a kép. Mert Szocsit mutatja. Mert liner, tehát egyenesbe van állítva, tehát úgy van beállítva, nézd oda, hogy egyenes a kép. Nekem ugyanez a beállításom van, úgyhogy István, keresd meg azt a funkciót a kamerádon, a beállítást, hogy ne wide-ba, wide range-be vegyél fel, mert akkor lesz meghajolva a kép. És a linear, vagy úgy van írva, hogy linear, az a jó beállítás, akkor egyenes lesz, és megszűnik ez a hordó hatás. Úgyhogy ennyit tudok mondani. És hát sok szerencsét kívánok a továbbiakban, hogy a pecázást akarja majd filmezni és felrakni. Aztán van egy másik kedves ismerős, ugye Kecskeméten, aki szintén rakott fel videókat, ő telefonnal készíti, és hát ugye ő lefilmez egy adagot, és akkor felrakja. Na most én úgy emlékszem, hogy megállítás nélkül filmezi, mert ugye az is csinál ilyen fájlokat, és hát nem tudja, hogy hogyan, egyelőre még nem tudja, most kezdte így a filmezést,
hogy hogyan fűzze össze őket. Na most ez volt egy másik kérdés is, ugye, hogy milyen programot használok ehhez, amivel én ugye megvágom a filmeket és ugye összerakom. Hát én elég bonyolultat csinálom, ugyanis nekem fenn van a GoPro stúdió. Ez egy viszonylag bonyolult dolog, mert ez átalakítja, transzfereli, meg mit tudom, hogy miket csinál, és ugye ez a program meg tudja csinálni a 4K-t is, meg úgy tudom, most már egyre több ilyen applikációk vannak, úgyhogy én ezzel csinálom. Hát csinálunk egy demót, jó, hogy hogyan. Na most ugye van a kamera, minden kamerához kapsz zsinort, amivel ugye össze tudod kötni magával a komputerre. Ugye én merem csinálni akár 4K-be is, vagy 1440-es felbontása. Ez egy nagyon erős komputer. Game, ez egy game komputer, ugye 2 terabyte memorival és hát 16 gigabyte belső, ami ugye nagyon erősnek számít, meg a power supply. Ez tudja a három dimenziót, ugye a képernyő is hozzá, ez az Asus RG, mit tudom én, 60-as, mit tudom én. Ez a, megvan már nem tudom hány éve, de még mindig a csúcs, egyik csúcs technológiás komputernek számít. Ugye itt a 3D-hez van a szemüveg. Itt a fülhallgatóhoz, ez is egy game, ez van. Szóval itt szoktam lövöldözni is. Hogy én hogyan csinálom? Én úgy csinálom, hogy én ugye a kamerámat átneveztem, ezt most csak a topját mutatom, úgyhogy én kiveszem a kamerát, és ugye a memory kártyája itt van, amit ma vettem már fel, és hát egy adapterbe beleteszem ide, így, és ezt az adaptert viszont ide teszem ebbe. Oké? Eddig jó, ugye? És akkor ezt ugye csatlakoztatom ide, ezt talán kezdjem, hogy megtartson, elolgjon. Ezt ugye alá teszem, és akkor elvileg most majd meg kell jelenjen automatikusan a GoPro Quick. Ugye? A GoPro Quick-kel ugye lehozom onnan a memory kártyáról, beviszem a magát, importáljuk ugye a filmet. 19 file, az nem fog túl sokáig tartani. Viszont addig nem tudom tovább mondani, hogy hogyan csinálom. Úgyhogy megvárom, amíg itt ugye 19 lesz. Ez most egy folyamat, ami ugye most tölti be a fájeleket. 19 fájat, külön fájeleket csinál, amiből nekem majd egy filmet kell összehozzak. Ez különösen most figyeljen azok, akik még ezt nem csinálták, mert nem csak ez a program képes erre, hanem nekem van itt egy másik, majd azt is megmutat a Video Editor. Itt van fönt ugye a sor, rövid a sorkatja neki. Úgyhogy majd azt is megmutatom. Az például ezt a telefonra nem jó ez a program, se más kamerákra. Ez kimondottan, ugye itt van a Hero Black 7. Ez csak erre jó, ott lehet is látni. Jó? És akkor most addig várunk, amíg megtörténik ugye a transferelés, ugye a memory kártyáról hozza be ugye a gépbe, addig pihenő. Jó, már 16 fenn van, ez körülbelül 5 perce megy. Na most ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon nagy felbontású felvételek, 1440-es, ugye, és 60-as picture szám per second, ugye, másodpercig 60 kocka, tehát keményen dolgozik a fiú, megbirkózik vele, higgyétek el, a 4K-vel is simán semmi problémát nem okoz neki, és hát mindjárt benn van, még 2 fájl. Na most azt fogjuk csinálni utána, hogy ugye ezt most ő, megvan egy kijelölt mappa, amiben beleteszi, ugye már 17, és akkor még 2, ugye akkor jelzi, hogy megvan. Még egy, gyorsan,
remélem túl unalmas. Oké, 19, tehát bevette, sikeresen ott van. Na most itt van, hogy importálta, tehát magyarul a memory kártyáról a felvételek bejutottak a komputerembe. Alright. Most van egy lehetőségem, hogy letörlöm, hogy üressé teszem ugye a memory kártyát. Most még nem csinálom, hanem majd a másik programmal is meg fogom mutatni röviden. Egy pár fájjal csak. Jó, egyelőre ezt most lezárjuk. Oké? Okay? Na most hova rakta? Hát nekem van egy kijelölt helyem, ugye ahova ezt ő elrakja nekem. Itt van a GoPro mappa, ugye ide behozta. Itt van 4, nem tudom miért így csinálta. Ide csinálok ideiglenes mappát, egy új foldert, ide, és akkor ezt innen, ugye lekattoljuk, és ezt áttranszfereljük ebbe a mappába. Oké? Okay? Na most ott van még egy, ugye csinált még egyet, megnézzük ott mi van. Oké, okay, itt már a festés van, meg egyebek. Ezzel ugyanezt megcsináljuk. Lekaptoljuk, és ugyanide beletesszük. És ő szépen ugye sorba rakja. Oké, okay, ez megtörtént. Alright, tehát kinyitjuk, ellenőrizzük, valóban ott vannak. Oké, okay. Tehát itt van az összes fájl, amit ugye ma készítettem. És hát ezt most ugye van 19 plusz, nem tudom még mennyi volt ott, fájl. Tehát mappa, kocka, stb. Minek hívja. És ebből kell összerakni egy filmet. Na mert most, ha ugye megnézed, ez már lejátszható, ugye itt egyenként le tudom játszani. Ugye itt van, ez ma reggel, amikor esett az eső, ugye kimentem, és ugye itt már látszik, remélem, jó, egy kicsit talán idébb hozhatom, ráfordítsuk jobban, így itt talán jobban látható lesz a kép, legfeljebb én nem látszok, és vagyok eleget rajta, igaz? Tehát itt mutatja az esőt, stb. Na most ugye ez egy... mennyi ez? Gyorsan elviszük a végére. Ez egy 1 perc 10 másodperces menet volt, és ő ugye már rá is ment a következőre. Itt, ha megállítom, ott van a száma. Aztán, ha akarom, megtartom, ha akarom, nem. Oké? Okay? Szóval így meg tudom nézni, hogy mi van rajta. Jó. Tehát mutattam, megvannak ugye a filmek. Most jön egy olyan folyamat, a második lépés, amikor ugye elővesszük a GoPro stúdiót, és hát itt az fog történni, hogy megkeressük, hogy hol van. Ugye mindig a vágó, vagyis hát az asztal, vagy hát én a monitorra rakok ki mindent. Így a legegyszerűbb, ott van a új folder, kinyitom, és az összes, kijelölöm az összes kockát, az összes film darabot, és Open-nel belevisszük ebbe a programba, pillanat alatt megcsinálja, ugye most lódolja, tölti, és innentől tudok rajta dolgozni. Tehát ugye az elején, ami az előbb, amivel kezdtem, ugye itt jön, hogy várjál, csinálunk hangot. Oké, okay. Csinálunk egy, mindjárt lesz hang is, ha igaz. Várjál. Most egész nap ilyen lesz, vagy csak most reggel? Még igen. Már van a hang is. Akkor ma dörgök. Nagyon reggelt kívánok. Reggel. Ugye ez az első rész. Milyen őrnap lesz? Van, amikor nem kell megvágni egyáltalán, egy kicsit sem. És nem tudom, hogy most egész nap ilyen lesz, vagy csak most reggel? Jó, menjünk a végére. Jó, igen.
ez. Ugye azt mondom, hogy ez így jó, nem kellett megvágjam, akkor átrakjuk ide erre az oldalra az elsőt, vágás nélkül, és akkor jön a következő fájl, az már egy 72-es, itt folytatódik, amit esetleg nem akarok, hogy benne legyen, azt ugye akkor itt meg lehet állítani, és akkor csinálsz egy ilyet így, és akkor ami ott maradt, csak annyit rak oda. Aztán, ha, mit tudom én, most innen is akarsz valamennyit, akkor ezt itt törlöd, és ami innentől jön, azt rakja oda, de az már megint egy másik fájl lesz. Tehát felossza neked azt az egy fájlból csinál ötöt, vagy kettőt, amennyit akarsz. És ő... Megérejtül egy kicsit azonnal. Hát tudod, és akkor így... Pedig a szar a fű a fa miatt. Így az egészet ugye át tudod ide transzferelni. Egyből a kezdődő lezőrülni. Ugye ezek megvannak. Hamar regenerálódik. Itt megcsináltad, itt a éve megy el. Ugye ezeket nem kellett itt vágjam. Tehát ez a vágó rész, és akkor a megvágott részekből ide csinál egy sorozatot. Na most, utána jön, hát most ezt csak így kettőt megcsinálok, konvertáljuk át, ugye, AVI-be, ugye itt mutatja, hogy konvertálja, marha nagy, nem tudom hány gigabájtot csinál belőle, ugye, ez is egy processzorja, választhattam volna egy rövidebbet. Jó, akkor addig várok, amíg ezt megcsinálja, ez kb. 1-2 perc. Ugye ez már MP4-ba van, de így nem tudom feltölteni darabunkba, nem tudom feltölteni a YouTube-ra. Na most, aki telefonnal csinálta, ugye az így vette fel, és egyenként feltölti a YouTube-ra. Hát ez mindig minden alkalommal egy-egy feltöltés, de hát tulajdonképpen egy egész filmet akarsz csinálni, tehát ezt össze kell valamivel fűzni. Ugye, na most itt ugye lehet látni a piros csíkot, itt elvégezte a munkát. Most csak egy nagyon rövidített változatot csinálok. És ez bármikor meg lehet állítani, vagy kidobálni belőle, kigyomlálod, amit nem akarsz, stb. Meg kell tanulni, kezelni ezt a programot. Ugye itt már 100%-on van, és akkor mindjárt felajánl neked egy, hogy a kettes lépést, ott van proceed. Processing 2-es, ugye, és látjátok, csak két fájlt raktam ide, vagyis hát az előbb, most átrakta ide, ez AVI-ba van. AVI-be van. Na most ezt kell a kettőt összefűzni, hogy egy film legyen. Nagyon egyszerű, ezt megfogod és ide lehúzod. Ugye? Ezt annak mutatom, aki a GoPro stúdiót fogja használni a legújabb kamerájához, és akkor így lehúzod, ráteszed ugye az egeret, így. Tehát rátetted a nyilat, lenyomod, és ugye ide hozod. Ide. És akkor már ott is van. Ugye? Ugyanaz hozta le 71, nem? De igen, akkor ez vissza az egész. Ugye 72, 71, 72, ott van. Ugye mind a kettő. És, hát ugye most nem csináljuk végig mind a 19-et, ez csak demo. Akkor jön az, hogy össze kell fűzni, itt már ott mutatja neked a plusz jelet, nem, így nem fogod innen látni, de ott mondja, hogy ez, meg ez, és ez, és akkor egy hosszú sor lesz itten, és amikor az a készen vagy, ezek már megvágott a anyagok, exportálod, megkérdezi, hogy hova akarod rakni, ugye, YouTube. Eredeti a file format, ugye ott van, MP4-ba akarod. Frame size, ott van, 2704, 1520-ba. Frame rate, 59-90-60-60p, bitrate pedig 10. Ugye ez a legoptimálisabb beállítása, és ezeket tudom, aztán ugye, most ugye exportáljuk, kirakjuk ugye a YouTube-ra, adunk neki egy találomra csak egy ilyet, valamit, és megszévolod. Na most ő ugye ezeket összefűzi. Na most ez tarthat kurva sokáig, ugye mert ezek AVI-k, ő most csinál az AVI-ból újra MP4-et.
amit már, ugye, innen, ezt is föl lehet tölteni, az Ávit is ugye elfogadja a YouTube, de nincs összefűzve, ugye? Most összefűzi az Ávit, de ugyanakkor át is transfereli, újra visszacsinálja a MP4-ba. Na most a következő van, hogy a más videószerkesztő programok ezt nem csinálják végig. Ugye? Hát lehet, hogy veszít a minőségből, nem veszít. Én nem próbáltam, én ezt tanultam meg, ugye ezt a programot kezelni. Állítólag van a Sonynak is valami jó programja, és ugyanezt meg tudja csinálni rövidebb idő alatt. Én megszerettem ezt, ezt már értem, nem is akarok ezen változtatni. A kompjúterem bírja, semmi probléma. Oké, most megvárjuk, amíg ugye ebből csinál egy filmet. Ugye ez már MP4-ba van, de így nem tudom feltölteni darabunkba, nem tudom feltölteni a YouTube-ra. Na most, aki telefonnal csinálta, ugye az így vette fel, és egyenként feltölti a YouTube-ra. Hát ez mindig minden alkalom egy-egy feltöltés, de hát tulajdonképpen egy egész filmet akarsz csinálni, tehát ezt össze kell valamivel fűzni. Ugye, na most itt ugye lehet látni a piros csigot, itt elvégezte a munkát, csak egy nagyon rövidített változatot csinálok, és ezt bármikor meg lehet állítani, vagy kidobálni belőle, kigyomlálod, amit nem akarsz, stb. Meg kell tanulni kezelni ezt a programot. Ugye itt már 100%-on van, és akkor mindjárt felajánl neked egy, hogy a kettes lépést, ott van proceed, processing kettes, ugye, és látjátok, csak két fájlt raktam ide, vagyis hát az előbb, most átrakta ide, ez AVI-ba van. AVI-be van. Na most ezt kell a kettőt összefűzni, hogy egy film legyen. Nagyon egyszerű, ezt megfogod és ide lehúzod. Ugye? Ezt annak mutatom, aki a GoPro stúdiót fogja használni a legújabb kamerájához, és akkor így lehúzod, ráteszed ugye az egeret, így, tehát rátetted a nyilat, lenyomod, és ugye ide hozod. Ide. És akkor már ott is van. Ugye? Ugyanaz hozta le 71, ja nem? De igen, akkor ez vissza az egész. Ugye 72, 71, 72, ott van. Ugye mind a kettő. És, hát ugye most nem csináljuk végig, mint a 19-et, ez csak demo. Akkor jön az, hogy össze kell fűzni, itt már ott mutatja neked a plusz jelet, nem, így nem fogod innen látni, de ott mondja, hogy ez, és akkor egy hosszú sor lesz itten, és amikor az a készen vagy, ezek már megvágott a anyagok, exportálod, megkérdezi, hogy hova akarod rakni, ugye? YouTube, eredeti a file format, ugye ott van, MP4-ba akarod, frame size, ott van, 2704, 1520-ba, frame rate 59-90-60-60p, bitrate pedig 10. Ugye ez a legoptimálisabb beállítása, és ezeket tudom, aztán ugye most ugye exportáljuk, kirakjuk ugye a YouTube-ra, adunk neki egy találomra csak egy ilyet, valamit, és megszévolod. Na most ő ugye ezeket összefűzi. Na most ez tarthat kurva sokáig, ugye, mert ezek AVI-k, ő most csinál az AVI-ból újra MP4-et. Amit már, ugye, innen, ezt is föl lehet tölteni, az AVI-t is ugye elfogadja a YouTube, de nincs összefűzve, ugye. Most összefűzi az AVI-t, de ugyanakkor át is transfereli, újra visszacsinálja a MP4-ba. Na most a következő van, hogy a más videószerkesztő programok ezt nem csinálják végig. Ugye? Hát lehet, hogy veszít a minőségből, nem veszít. Én nem próbáltam, én ezt tanultam meg. Ugye ezt a programot kezelni. Állítólag van a Sonynak is valami jó programja, és ugyanezt meg tudja csinálni rövidebb idő alatt. Én megszerettem ezt, ezt már értem, nem is akarok ezen változtatni. A kompjúterem bírja, semmi probléma. Oké, most megvárjuk, amíg ugye ebből csinál egy filmet. Na most, amikor egy másfél órás filmet készítek, vagy egy órást,
ez marha sokáig tart. Ugye, mert nagy, a, nagy az anyag. Én tudom én hány, amikor több száz gigabyte, ugye mire átcsinálja, de mire újra MP4 lesz, addigra újra lemegy. És akkor még az eredeti MP4-ból is csinál kisebbeket. Tehát a mi a fenének így könnyebb lesz a, az egész. Tehát megcsinálta, alright. Most itt megkérdezi, hogy meg akarom-e őrizni ezt a munkát. Hát nem, mert minek. A fájl már megvan, azt nem törli le, azt mondjam be neki, hogy nem. Oké? Okay? És ugye itt, itt van. Na most ez a kész fájl. Kinyitjuk, megnézzük. Oké, okay, tehát itt kezdődött. Jó reggelt kívánok! Gyerekek! Ugye? Milyen őrnap, vesze? Így, és itt ért véget az első rész. Azt az akartam, mert... Mindjárt mutatom. Majd csak neked. Basz... Okay, várjál. Jó, így igaz? Na nézzük, nem bejönni. Itt hátul filmezek, igaz? Nagyjából. És... Látod, itt már összerakta ő, úgyhogy ebből már egy film lett. Alright? Hát lehet, hogy aztán majd kitisztulik. Oké, okay. Szóval itt megvan. Na most ugye ez itt van, itt van. Itt vannak a többiek, ezt félreteszem, ahogy elvesztenek. És ekkor jön az, hogy amit ti is csináltok, hogy ezt már mindenki tudja, rámész a YouTube-ra, rámész a upload, tehát feltöltés funkcióra, megkérdezi, hogy a, az új újjal akarod-e feltölteni, én a klasszikot használom, ugye uploadolom, hát most valami hülyeséget rakott megint. Na valami reklámot baszott ide, back to studio uploader, visszamegyünk. Na, klasszik. Miért? Nem engedi a klasszikot most már? Oké. Okay. Alright. Nem engedi a... Ja, de itt van. Jó, megengedte mégiscsak. Benyomott valami reklámot oda. Na és akkor ugye itt van az, hogy ugye szelektáljad ki a fájlt, amit fel akarsz tölteni, ezt már tudjátok. És akkor itt van. Emlékeztek, amikor itt brrrr, így csináltam? Itt van mi. Ez open. És már tölti is fel. Ez már megy, gyerekek, nekem olyan speedem van, hogy összeszarom magam sokszor. Olyan, nézd oda, már fel is töltötte. Hány másodperc volt? 3-4. A processing az egy kicsit tovább tart, az körülbelül 3-4 perc az is. És olyan a sebességem, tudjátok, ez a fiber optic vezeték van, és a 100 valamennyi, mit tudom mennyi, per szeked, meg ez, meg az. Annyira én nem vagyok ám egy nagy komputeres, de ez csak hobbi nekem. Úgyhogy... Na, de ennyi volt. Ezt nem töltsük fel, mert minek? Ezt nem akarom. Ez csak egy demo. Done. És meg is állítjuk. Leave. Kész. Na, mit szóltok hozzá? És akkor van az, hogy ugye fenn van a YouTube-on a, ugye a film. Várjál, beállítsuk, ahogy volt. Egy állványom van nekem itt. Még egy picit, még egy picit. Még egy lesz. Vissza. Jó. Tehát így, valahogy így megy. Ugye ez volt az a rész, amikor a GoPro dolgokat használom. Na most van a másik verzió, ez a telefonosoknak szól, akik telefonnal filmeznek. Video editor, ezt ugye le tudod, itt van, ezt le tudod magadnak tölteni, egy ingyenes program, a milyen fenné meg tudod találni, a, hol is, a Microsoft Store-ban, tehát rámész a Microsoft Store, a boltra, és akkor itt megkeresed, ugye itt le tudsz tölteni minden nyavaját innen, a sok felesleges dolgot is, meg reklám is, meg minden, amit csak el tudsz képzelni, itt minden van,
Na most itt találsz egy olyan application-öket, hogy beütöd, amit keresel, hogy ugye ennek például az a neve, hogy Video Editor, és akkor ezt most én kinyitom. Ott van New Video, stb. És akkor azt megkérdezi, itt ide fölmész, ezt meg kell majd tanulni, új videó, automatic import backup, Video Engine, ezt oda baszta le, látod már a reklámot, már oda nyomta. New Video Project, tehát egy új videót akarsz készíteni, akkor itt ugye az lesz a neve, hogy új videó. Oké, az lesz a neve, hogy új videó, add, tehát itt mutatja, és akkor from this PC, from my collection, from the web, hogy honnan akarod ezt az egészet. Ugye hát én már ugye innen a kártyáról ezt már behoztam, itt automatikusan így nyitja nekem a izét, ezt a másik programot, ugye itt van, ezt most nem akarom, és ugye megkeresi, hogy neked kell megkeresni, hogy honnan, milyen videókat akarsz storyboardra tenni. Ott azt mondja, hogy a your project library is empty. Hát persze. De hát te megkeresed from this PC, ugye? Mert itt van valahol. És ugye itt van. Látod? Itt van. Ugye a desktopom, ott van az a videó, amit ugye most, ha ide rákattintok, akkor és open, akkor ide betette. Látod? Itt van. És akkor ezt megfogod és ide lehozod. Ez lesz az egyik. Ez MP4-ba van. Ez nem csinál semmi hülyeséget, nem bonyolítja. Na most ezt tudom javasolni, aki nem GoPro-val vesz fel, hanem bármilyen más kamerával vagy telefonnal. És akkor ezt még össze akarod kapcsolni még valamivel, akkor oda, megint oda mész, hogy add from this PC, ugye? És akkor... Tehát kezdjük újra, mert itten volt egy olyan, hogy battery csere. Jó, akkor törlünk. Tehát akkor remove-oljuk. Igen. Tehát ugye rögtön innen fogjuk indítani. Alright, tehát itt van, hogy Video Editor. Kinyitjuk a programot. Ott van. És akkor ugye itt van új videó project, és ide teszed. És itt lesz az, hogy adj egy nevet neki, legyen a neve az, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez lesz a neve. Oké? Okay? Leokézod. Ott van. És akkor azt mondja, hogy add, tehát hogy keresél. Honnan akarod a filmet belevinni ebbe a programba? Kurva egyszerű program egyébként, ezt merem javasolni. From this PC, tehát innen akarod a komputeredből? Hát nyilván, mert hát már ott van benne, hogy a telefonodról már behoztad a komputeredbe, és oda raktad a képernyődre. Tehát akkor a képernyőről, tessék ott a desktop, és akkor hát itt a Sándornak vannak felvételei, amit hát csak képeket fogtok látni róla, és egy érdekességet is, egy április 11, nem fogjuk kinyitni, tehát nem fogjuk lejátszani most a filmet, Sándor, ezt külön neked mutatom. Tehát itt van az első, és nézzétek meg, az érdekessége az, hogy itt a telefon így állt, tehát nem vízszintesen volt a telefon, és hát ugye így hozta be. Na most ezzel ezt meg lehet csinálni egy olyan dolgot, hogy majd mindjárt, tehát ide lehozod, és itt meg lehet dolgozni a dolgot, a fiút, és ratétolod. Tehát nézd oda,
rotét, és vízszintes csináltam belőle, látod? És itt már vízszintesen van, ugye a dolog, itt a storyboardnál. Ugye, ezt meg kell szévoljuk majd. Oké, itt megszévold. Hogy van? Frame split. Finish a videó, és akkor ez ott van export. Tehát akkor itt már, ugye, ide exportolod, kívülre. Most megfordítottam, ugye, most csak annyit csináltam, hogy megfordítottam, hogy vízszintesen fog majd állni. Oké. Okay. Tehát nem probléma az, hogyha állva csináltál egy felvételt, telefonod, és ugye amikor lejátszod, akkor pedig ilyen hülyen jön ki, mert ugye ilyen nyakat kitörik, ugye, mert csak úgy tudod ugye végignézni. Tehát most újra kirakom ugye a képernyőre, és itt látod, itt már vízszintes változat van. Oké. Okay. Jelentkezek. Na. Most ezt, ugye ezt az álló képeset, ezt innen remove-oljuk. Remove-oltuk. Oké, okay? Na most akkor keressük meg, hogy hova rakta, és tessék, ott van már a, ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, nézod, ami történt? Vízszintesen van a kép. Ugye ez most 2 perces videó, ez így volt a YouTube-on, én onnan letöltöttem, és mivel, hogy küldtél még egy párat, ugye különböző címeken, a húsvét vasárnap, ugye ezt ide tesszük, és már is lehúztuk, ugye összerakja, itt van már, és akkor még adunk bele, ugye csinálunk, mit tudom én, ez volt, a korlát, itt az épület, ugye itt a főtér, ugye ez kecskeméti dolgok, ezt is ide letettük, és látod, itt már 3 darab van, akkor ide azt mondod, ezt össze akarod fűzni, finish a videó, exportolod, adsz neki egy, ott van 1, 2, 3, 4, 5, 6, azt letöröljük, és akkor egy fantázia név, exportolod, és kérlek szépen, ahogy ezt itt exportálja, ezt a 3 kockát, tehát a 3 különböző felvételt, amit a telefonoddal csináltál, vagy kamerával, bármivel, ez a program csinál belőle 1 darab filmet. Érthető volt, gyerekek? És nézzetek oda, hogy milyen gyors. Mondjuk ez 1080-ban vannak, és látjátok mennyire gyors? Sándor, elnézést kérek, hogy a te videóidnak a felhasználásával készítettem össze ezt, de ez főleg neked szólt. Ebből itt nem derült ki semmi, hogy te ki vagy, meg miért, csak annyi, hogy Kecskemét, hát egy pár kockát látni, és ennyi az egész. Remélem, hogy ez így jó lesz. Tehát ezt a programot merem ajánlani, és azonnal befejezi, exportál, nézd, elég gyorsan megy. Gyönyörű. Ilyenkor már nem tudsz belenyúlni, maximum csak meg tudod állítani. Alright. Oké, okay, meg is csinálta, beexportálta. Kirakja egyébként a képernyőre. Mindjárt befejezi. Meglepően jó az a program. Szia, Jani bácsi. Nem játsszuk le. Nem kaptam rá engedélyt. Bár itt semmi olyan nincsen, hogy magánügy, olyasmi, mert ugye itt a utcák, meg a tér, meg a stb. Vannak. A város mutatja be tulajdonképpen Kecskemét városát. Na most itt közben, hogyha tanulmányozod majd ezt a programokat, itt lehet belerakni speciális effekteket, feliratozni lehet. Látod, itt van, például itt van ez a, nem is tudom, mi ez itt, városháza, és akkor, mit tudom én,
cinema betűkkel, vagy boldal, ugye feliratozod, csinálsz type text, ugye beírod ide, hogy babuska, csak hülyeskedek, oké, okay, done, és akkor ugye ő rátette valahova, tudom én most hova rakta, hogy babuska. Jó, ezeket innen kivesszük, removoljuk az egészet. Ez csak egy demo volt, és lezárjuk a programot. Na most, amit készített filmet, az pedig ugye itt megtalálod. Itt van az eredeti, és akkor itt van az, amit ugye, amikor már folytattuk tovább a teljes film. Szia, Jani bácsi! A hangot levettem, nem akarom, hogy rajta legyen semmilyen hang. Úgyhogy itt csak ugye a várost mutatod, meg a teret, meg egyebeket. És itt már a három darab film egybe van fűzve. Ugye itt már látszik, hogy ez már későbbi felvételed volt, ahogy emlékszel is. Hát ennyi. Video editorral csinálod, és ezt én most már innen törlöm az egészet, ugyanis hát ezek csak demók voltak. Ugye itt lehúztuk. Direkt, kész. Na, hogy tetszett? Gondolom, kibaszott bonyolult volt, ugye? Így elsőre. De hidd el, hogy ha elkezdjétek csinálni, akkor már nem lesz olyan bonyolult. Ja. Nézd végig még egyszer, ha bonyolult volt. István, te is, meg kedves barátom, aki a GoPro kamerát vette meg, hát remélem tudtam egy kicsit segíteni. Ennek reményében kívánok jó videózást, és jó filmezést, filmkészítést, és hát ehhez egy kis idő is kell, türelem és szeretet. Hát nekem ez az egyik hobbim, van a főzés, a fafaragás, komputerezés, filmezgetés. Én így csinálom. Hát aztán van, aki jobban tudja, vagy jobb programjai vannak, vagy jobb komputere van, hát annak csak gratulálni tudok, és hát remélem, hogy ki is használja. Ez a komputer ki van használva. A lövöldözős játékot majd legközelebb fogom berakni. Nem is tudom, már mióta nem durogtattam semmit az ég ott a világon. Várjál, nem is jót raktam be. Nem jót raktam be, ez a Origin. Na most izéli. Be is találja, mert ugye mindig frissíti a dolgokat, mindig frissít, nem tudom minek. Ez a izét rakja most, melyik ez? A Battlefield 5-öst. Ugye a csatatér 5-ös verzió, de nekem nem ez kellett volna, hanem a Battlefield. Ugye, hát ez egy több lépéses folyamat. Itt most meg is állítom, míg ez végig csinálja. Na, most a Call of Duty Modern Warfare legújabb részétből egy pillanatra. No, várjál, most itt kérje a passwordot. Jaj, gyerekek! Azt meg kell keresem, mert nekem van egy füzetem, amiben benne vannak a passwordok. Eláruljam nekem a passwordomat? Elmerem. Úgyse találjátok ki. A géppisztolynak a száma. Na, ezt találja ki valaki. Az, ha akármennyire is aludtam, vagy bármi nap bármelyik órájában főkeltettek volna, vagy valami, azt én fejből tudom, és a fegyveremnek a száma az egyben nekem nagyon sok helyen használom, mert ugye vannak benne betűk, számok és kisbetűk is. Az életben nem jönnek rá, hogy az mi. És egy hétjegyű szám. De hát ezt úgy belém verték, hogy ezt lehetetlen elfelejteni, a géppisztolynak a számát. A
játék maga, hát ugye itt van az, hogy hát update-olni kell. Mindig így kezdi, hát mennyi idő alatt csinálja meg. Nézd oda, nyomjám, Insta, initalizálja, update-olja, mit tudom én. Mikor már rég játszol valamelyik játékoddal, akkor ugye tesznek bele egy ilyen patch-eket. És hát ugye az nincs meg neked, akkor viszont update-olnod kell. És hát ott bizony sokszor várni kell, ám. És hát itt ide nézd, 107 gigabyte-ot fog letölteni. A gyerekek, azt mire én kivárom, addigra a szakállam is kinő, úgyhogy ez felejtős. Most már letöltöm, de mi a fene? Hát én úgy számolom, hogy az mire ezt letölti, ezt a 107 gigát, addigra eltelik még egy óra is. Úgyhogy itt be is fejezzük akkor. Majd talán a legközelebbi videómon ott fogok mi a fenéni. Mutatni egy kis játékot, jó? Na még annyit, hogy ugye ez a Blizzard, ugye ez nem az Origin, és akkor van még nekem a Steam. Aki szokott játszani, az tudja ezeket. Hát itt van nekem olyan Warcraft, Diablo, Hero of the Storm, Starcraft 2-es, Starcraft, Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft, ezeket én nem töltöm le, mert nem érdekelnek. Ezek jobban az ilyen háborús dolgok. Ugye itt Warfare, mi ez? A Modern Warfare azt mondja, hogy a kampány remastered, tehát át van alakítva, mit tudom én, össze-vissza, akkor itt vannak különböző dolgok. Hát itt tudsz sok mindent csinálni. Én egyedül egy dolgot nem csinálok, én nem játszok multiplayerre. Tehát amikor a online-on lövöldözünk meg játszol, hát itt lehet venni fegyvert, akkor jobb fegyvered lesz, de hát ez valós dollárral megy. Ez úgy tudod megoldani, hogy ugye a kreditkártyád, ugye benne van ebben nekem, és mert én ugye úgy töltöm le a játékokat pénzért, hivatalosan, nem szarozok, ugye én azt kifizetem becsületesen, ugyanúgy a vírusírtókat. Ezek a programok, amik itt, ez mind legális nekem. Itt semmi olyan nincs, nem akarom elbaszni az egész gépet. Bármivel is. Ez mind ki vannak fizetve, gyerekek. Én erre vigyázok. Ez egy nagyon drága komputer, nagyon programjaim, vannak kurva drága programok is. Úgyhogy nem kockáztatok. És a védelem is megvan. Na. James. Social, van itt a chat, a shop, shop, ugye itt mindig lehet vásárolni, ha éppen úgy akarod. Hát ez minek rakja ki, amikor nekem megvan, ez nem nézi? Ez már megvan nekem. És akkor a Blizzard, ezek a játékjaik vannak, Partner Games, ugye Call of Duty, akkor van a 4, ezek mind megvannak, a 2-es is megvan, úgyhogy ezeket én mind megvettem. És akkor itt lehet venni pontokat, látod? 1,99 dollártól ilyen pontokat lehet vásárolni, és akkor jobb fegyvereket kapsz, meg mit tudom én, szóval mindenféle. Itt különböző játékokat lehet ugye még letölteni hozzá, kiegészítő programok, stb. Ezt pénzkidobásnak tartom. Úgyhogy én a originál verziót általában azt szoktam ugye letölteni, megvenni, és akkor hát ő update-olja magától, látod, csak elég lassan megy. Elég lassan megy. Hát ez mehet a háttérben, közben mit tudom én, fogod magad, aztán átmész ide, ugye a komputer bírja, a háttérben dolgozik, kimész a YouTube-ra, és akkor itt van például Magyarország élőben, én innen tájékozódom többnyire, a magyar híreket legalábbis,
meg még itt van amerikai hírek, stb. A Magyarország élőben, és akkor hol van a híradó? Várjál, van egy híradóm is, azt én meg minden híradót megnézek. Például ma van 30-a van, igaz? Most van délután 14:30, és a 12 órási híradó már itt van. Tehát már fenn van. Ugye? Újabb részletek derültek ki az enyhítésekről. A fővárosban is környékén marad a szigor, vidéken jönnek a lazítások. Mától kötelező az óvodai és bölcsődei ügyelet minden településen. Cégek is szervezhetnek gyerekfelügyeletet. Hát így, és akkor én tudom nézni ezeket. Akkor itt van a kormányinfo, a mai. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit a képernyők előtt. A mai élőadásban is tudok nézni tegnap dolgokat. Tegnap is szokásos menetrendben, most már heti menetrendben ülésezett a kormány. Itt van a Biafene. Újra az operatív törzs. Köszöntöm Önöket az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Különböző más programok, címlap, hírtv, stb. Magyarország élőben. Politikai csatározások szinterévé változtatta az ellenzék a népjóvétlenül bizonyosan megvan nekem, amelyen az országos kör. Álláspont. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Egyébként a TV, téma, amiről troll. Beszélgetünk ma este a civil kör vendégeivel. Ugye, én ezeket mindegyiket megnézem. Mindegyiket megnézem. A Bayer Shop-tól kezdve mindent. Aztán kinek ez nem tetszik, hogy én ezeket nézem. Álláspont. Nagyon sajnálom. Üdvözlöm Önöket. Úgyhogy, de mondom, én megnézem a 444-et is. Minden a csatornát. Akár még a Partizán Infót is, ugye, mindent, és aztán én magam összerakom, ugye, ahogy én mit gondolok, meg mit tartok, igaznak vagy nem igaznak. Úgyhogy, így van, gyerekek, hát azt nézek, amit akarok, hát nekem nem határozhatják meg, hogy én mit nézek, vagy még mit ne nézek, meg miért meg. Politikailag, meg amúgy ilyen információt zabálom, érdekel, de ugyanígy az amerikait is mindent. Gyerekek, kicsit hosszú volt, ugye? Elnézést érte. A lövöldözés, majd az később lesz, aztán ma még lesz egy hajvágásom, ha minden igaz, ha Évi még lesz annyira fit, hogy ezt meg tudja nekem csinálni. Ha meglátjuk. Egy nagyon gyors húsütés még azért megnéztek, ugye? Mindjárt csináljuk is. Mennyi van? 14:30? Még van idő egy kicsit. 14:30.